Mai záróval a felnőtt és az ifi zárul le. Külön lesz egy serdülő és egy U14, U13 még majd júliusban. Nem tudjuk egyszerre megcsinálni, mert hál' Istennek annyian vagyunk már, 110 fölött van az igazolt játékosaink száma. Na, hogyha itt most hozzáveszünk a kicsiknél szülőket, a nagyoknál feleségeket, barátokat, gyerekeket, akkor ez könnyen egy 300 fős lakodalom már nőné ki magát. Hát ezt tavaly megcsináltuk, de óriási munka és anyagi források kellettek hozzá. A mai napon lesz egy értékelő, ahol értékeljük az évet. Hát nyilván nem vagyunk az idei évvel teljesen elégedettek. Olyan mérkőzéseket vesztettünk el, amelyekben győzelem volt, de legalább a döntetlen. De így is a 9. helyet megszereztük. 10 éve vagyunk az NB2-ben ebben a formában, hogy saját gyerekekkel játszunk, idegen légiósok nélkül, tehát csupa kiskőrösivel. Ekkora városnak szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és megfelelő pozíció az NB2-es bajnokság, hiszen fölöttünk csak az NB1B-ben szereplő KT-je, a Kecskemét, illetve a Lajos Mize szerepel, tehát ők a megye két legjobb csapata, és utána vagyunk többen itt az NB2-ben, a Kalocsa, a Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa, Izsákon működik a Kiki, tehát vannak NB2-es csapatok. 5.-8. helyet tűztük ki célul, 9. lett belőle. Az utóbbi idők egyik legnehezebben megélt tavaszon vagyunk túl, illetve évem, úgyhogy nehéz volt. Milyenek a srácaid, milyenek voltak a srácaid, illetve hozták-e azt a formát, amit elvártál tőlük? Most augusztusra visszakanyarodnék, akkor azt mondom, hogy jól sikerült az alapozó rész. Úgy ősszel, amit lehetett pontot össze tudtuk szedni, az szerintem teljesen reális volt. Hát az utolsó ugye a Komló elleni volt az a vagy megadják, vagy nem adják meg, de elvileg megnyert mérkőzés volt az is. Viszont tavasszal nagyon rég nem éreztem ilyen, hogy ez a sok ilyen egygólosan múló mérkőzés, akár az X-ek, akár ugye a vereségekkel, hogy küzdenünk kellett az utolsó leheletünkig. Nyilván ezek azért bosszantó helyzetek. Mentálisan hogyan szoktátok ezeket feldolgozni? Hát volt, amikor kellett egy kicsit változtatni az edzésmódszeren, hogy kicsit kizökkenteni a srácokat ebből. Valamikor úgy érzem sikerült, valamikor aztán úgy nem teljesen jól sikerült. Úgyhogy a végére azt mondom, hogy le a kalappal egyébként előttük, mert végig tartották így a egymásba is, magukba is, és végül is szerencsénkre, de bent tudtunk maradni.